Talán a német tenger alattjárók voltak a háború legalattomosabb fegyverei. A tenger alattjárók legénységének háromnegyede nem tért vissza a háborúból. 30 ezer szövetséges tengerész lelte halálát bennük. Parancsnokukat, aki mindezért felelős volt, a Führer azzal jutalmazta, hogy utódjául jelölte ki. Karl Dönitz, nagy admirális. Hitler emberei. Dönitz. Az utód. Hitler hűszolgája volt, és Hitler volt az ő elöljárója. Így, ha parancsot kapott tőle, engedelmeskedett neki még akkor is, ha nem értett vele egyet. A vége felé én már csak a halál hírnökét láttam benne. A párt szolgáját, aki aljasabb már nem is lehetett volna. Talpig hazafi volt. Ő magát a nép és a haza szolgájaként látta. Egyesek háborús menekültek millióinak megmentőjét látták benne, mások számára hidegfejű háborús technokrata volt. A győztesek mindenek előtt háborús bűnösnek tekintették. Meggyőződéses ember volt. Hiszem, hogy igazságos háborút vívtunk, és én lelkiismeretem szerint cselekedtem. Most is pontosan ugyanezt tenném. A századforduló Berlinjében a polgárság hű volt a császárhoz és a hazához. A Dönitz család úgy szintén. Karl Dönitz édesanyja fiatalon halt meg, apjuk egyedül nevelte fel a két fiút. Legfőbb erénynek a kötelességtudatot és az engedelmességet tartotta. Az egyén boldogsága csak másodlagos lehetett. Karl magának való, de tehetséges fiatalember volt. Tengerésztiszt akart lenni. A birodalmi flotta a fiatal nemzet büszkesége. A Flensburg-Mürwiki Haditengerészeti Akadémia. Itt kezdődött és itt végződött Karl Dönitz pályafutása. 1910-ben jelentkezett a tengerészetbe. Apja két év múlva meghalt, és Dönitz így elveszítette egyetlen támaszát. Az ifjú kadét von Löwenfeld akkori korvett kapitány személyében apja helyett apjára talált, aki később példaképe és tanítója lett. Az első világháborúban Dönitz bátor katonának bizonyult. Szerelmes lett, majd nem sokkal később megnősült. Házasságában is a biztonságot kereste. Második nagy szerelme egy új fegyver lett, a tenger alatt járó, a végső adó, ami dicsőséggel és a győzelem reményével kecsegtetett. Ám végül az egész flottának kapitulálnia kellett. Dönitz már brit hadifogságban volt, amikor eljutott hozzá Németország vereségének és a királyság bukásának híre.
birodalomban anarchia uralkodott. Egy világ dőlt össze, és nem csak Dönitz számára. A forradalmat épp egy tengerészlázadás robbantotta ki. Dönitzet a történtek nagyon megviselték. A hazatérő tengerész tiszt gyűlölte a szociáldemokrata Ébert vezette új weimári köztársaságot. Hiányolta a régi rendet. Nem tudott mit kezdeni az új szabadsággal, ám ő azért lépett a birodalmi haditengerészetbe, hogy az országot és nem egy kormány szolgáljon. A 1920-ban a kapucs lázadó katonái a népszerűtlen köztársaság megdöntését tűzték ki célul. Dönitz titkon sikerükben reménykedett, ám a pucs meghiúsult. A két háború közötti években egy torpedónaszád parancsnoka volt. A haditengerészet főparancsnoka Réder nem szívelte Dönitzet. Okosnak és szorgalmasnak minősítette, de helytelenítette Dönitz becsvágyát és az elismerésre való törekedését. Bármilyen munkát elvállalok. A weimári köztársaság gazdasági válsága a Dönitz családot sem kímélte. Ekkorra már három gyermekük volt. Minden hónap 20-a után már csak zapkására és levesre tellett, másra nem igen. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy anyám nem volt valami jó házi asszony. Nagyon szűkösen éltünk. Volt egy ember, aki ebből a nehézségből és nélkülözésből tőkét kovácsolt. Erős vezetést, a rend visszaállítását és a káosz végét ígérte az embereknek. A szavak Dönitzre is hatással voltak. Így került hatalomra Hitler. Dönitz Németország új esélyét látta benne. Egy ember, aki komolyan gondolja, amit mond. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy megszabadítsam Németországot 30 pártjától. Aki akadékoskodott, félreállították. A rend a terror által állt helyre. Röhm és mások meggyilkolását Dönitz az államvédelme érdekében tett lépésként fogta fel. Ebben a pillanatban én vagyok felelős a német nemzet sorsáért, és mint ilyen, én vagyok a német nép legfelsőbb bírája. A haditengerészet Hitlert feltétel nélkül elismerte, mint új államfőt. A többi katona tisztel együtt Dönitz a becsvágyó tengerésztiszt is hűségesküdtett Hitlernek. Hitler nagyra becsülte Dönitz szakértelmét, és egy új tenger alatt járó flottát akart. Dönitznek a semmiből kellett megteremtenie a német fölényt a tenger alatt. Odaadása és elszántsága már-már meghaladta feladata szabta teendőit. Azt mesélték, hogy másnap reggelre készen állt egy új tenger alatt járó flotta megépítésére, kifejlesztésére és próbájára kidolgozott koncepció. Jellemző volt rá, hogy a helyzetet gyorsan átlátta és azonnal cselekedett. Hitler nem csak tenger alatt járókat, hanem nagy hadihajókat is akart. Dönitznek kételjei voltak. Szerinte a Bismarckhoz hasonló hatalmas hadihajók elavultak és túlsebezhetők voltak. Nagy-Britannia, a dacos sziget.
Dönitz azt állította, hogy csak tengeralattjáróval vághatják el a szigetország utánpótlási vonalait, csak így éheztethetik ki a múltbéli és jövendő ellenséget. Véleményesüket fülekre talált. Dönitz akkor még nem tartozott Hitler szűk köréhez. A berlini olimpia. A birodalom a békesség áll arca mögé rejtőzött, bár a valóság más volt. Hitler már háborúra készült. Két évvel később a rendszer megmutatta igaz arcát. Dönitz tiltakozott parancsnokánál. Nem voltak ínyére a rendhagyó módszerek. A második világháború nyitóaktusának megtiszteltetése a haditengerészetet érte. Dönitz elborzadt, de nem békeszeretete miatt. Anglia sokkal nagyobb tengeri hatalom volt, és neki csak 56 tenger alattjárója volt, bár 300-at igényelt. Visszavonult a szobájába, majd fél óra múlva teljesen higgadtan tért vissza. Ez jellemző volt rá. Lenyelte, mondhatnánk, az indulatait, és összeszedetten azt mondta. A legtöbbet kell kihoznunk egy reménytelen helyzetből. Nekünk a haditengerészetnél a háború Angliával igazán reménytelennek tűnt. Az ehhez hasonló félelmeket félre kellett tenni. A hadiflotta már a háború első napján támadásba lendült. Az U-30-as kommandó figyelmeztetés nélkül megtorpedózta az Athénia nevű angol utasszállító hajót. 112-en vesztették életüket. A túlélők képei bejárták az egész világot, és gyűlöletet ébresztettek Dönitz emberei ellen. Dönitz töröltette az U-30-as naplójából a hajó elsüllyesztésére kapott parancsot. Látogatás Wilhelmshavenben. Amikor Hitler szemlét tartott Dönitznél, a tengeralattjáró parancsnok megragadta az alkalmat, hogy megismételje további tengeralattjárókról szóló, eddig megtagadott kérését. Hitler ekkor még mindig úgy vélte, hogy a tengeri hadviselés csak másodrangú kérdés. Dönitz elégedetlen volt. A tengeralattjáró gyártás lassan haladt. Havonta csupán két új tengeralattjárót adtak át. Valami merőben mással kellett előállniuk. október 1939. Prim korvett kapitány az ellenségre vadászott. Az U-47-es döbbenetes hőstettet hajtott végre. Bejutott a brit királyi haditengerészet kikötőjébe Scapa Flow-nál, és elsüllyesztette a Royal Oak hadihajót. Dönitzet ezért Berlinben hősként fogadták, mintha maga Hitler lenne. A tengeralattjárók sikerei igencsak növelték a harci kedvet. Churchill brit miniszterelnök kereste a védekezés módját az új veszély ellen. Később beismerte, hogy a háború alatt csak egy dologtól félt igazán, a tengeralattjáróktól. Hitlert azonban csak a szárazföldi győzelmek érdekelték.
Miután legyőzték Franciaországot, megnyílt az út az Atlanti-óceán kikötőihez. Dönitz régi álma volt, hogy ott támaszpontok létesüljenek. Végre eljutott az Atlanti-óceánhoz. Az angol konvojok vonalán egyik csata követte a másikat. Angliát a kiéheztetés fenyegette. Ez volt a farkasfalka taktika, több tenger alatt járó összehangolt támadása. Az anyatámaszponton a büszke vezér. És a jutalom. Dönitz önkéntesei büszkék voltak magukra. Ha bárki közülük tenger alatt járós érdemérmet kapott, a mellkasára tűzve állandóan viselte azt. A kitüntetést egyébként a világ legjobb konzervnyitójának is nevezték. Az emberből lett valaki. A tenger alatt járó alakulat nem volt nagyobb egy kis expedíciós hadtestnél. Egy maroknyi ember volt csupán, de csodásan szolgálták a propaganda célokat. Először is az egyenruhás tengerészek igen jól festenek. Másodszorban a tenger alatt járóval legenda születhetett. Így aztán érthetően nem csoda, hogy a tenger alatt járók legénysége a Führer és a nép kedvenceivé vált. Az élet a víz alatt azonban egyáltalán nem volt csodás, inkább nyomasztó. A szűk hely, a bűz és az, hogy mindent egymás hegyén hátán kell csinálni, nyomasztóan és egyre súlyosabban telepedett rá a hétköznapjainkra. Beindult a vadászat, az angol bombázók a német tenger alatt járók ellen. London lángokban állt. Mi alatt Göring légiereje London ellen harcolt, a brit admiralitás egy bunkerban vészelte át a támadásokat. A bunkerban válsághangulat uralkodott. A veszteség egyre csak nőtt. Már 10 000 tengerész vesztette életét. Süllyedő hajójuk fűtőolajába fulladtak. Vagy szomjan vesztek a kietlen víztömeg közepén. A kimerültség végzett velük. Vagy a lángokban lelték halálukat, mielőtt megérkezett volna a segítség. A Rozmadeki malomnál a német tenger alatt járó legénységek győzelmüket ünnepelték elégedett parancsnokukkal. A győzelmeikre és a túlélésükre ittak. Dönitz hatalmas kikötőket építetett a tenger alatt járók számára. Több méter vastag betontetők biztosították védelmüket a királyi légierő ellen. Csupán Lorient bunkerei több mint 400 millió márkába kerültek. A tenger alatt járó háború azonban hamar korlátokba ütközött, és Dönitznek ismételten Göringhez kellett fordulnia légi segítségért és pilótákért. Ám a birodalom főparancsnoka megtagadta a segítséget.
Az U-110-es bomba találat érte. A tenger alattjárónak felszínre kellett emelkednie, és az ellenség kezére került. A fedélzetén talált berendezés az Enigma komoly zsákmányt jelentett, hiszen ez volt a Wehrmacht titkos kódjának kulcsa. A gép lehetővé tette, hogy az angol rejtjelezők mindent megfejtsenek, amit Dönitz és parancsnokai rádión beszéltek. Ezt követően az történt, hogy megfejtettük az összes adásukat, és a konvojokat a tenger alattjáróktól távol irányítottuk. Ezzel legyőztük a tenger alattjárókat, nem süllyesztettük el őket ugyan, de meggátoltuk, hogy sikereket érjenek el. Kénytelenek voltak azt jelenteni, hogy nem találnak konvojokat. A németek nem tudták, hogy a kód az angolok kezére került, és hogy ez döntő tényező lesz az atlanti-óceáni csatában. Még csak nem is sejtették, hogy az ellenség mindent hall. Dönitz tenger alattjáróinak egyre ritkábban sikerült az angol konvojok nyomára bukkanniuk. Az igazság csak a 70-es években derült ki. Egy újabb ellenség az Egyesült Államok. A tenger alattjárók New Yorknál járnak. A Dobszó akció 1942. január 12-én vette kezdetét. Az Egyesült Államok keleti partjainál torpedózták a hajókat. Olyan volt ez a tenger alattjáróknak, mint egy vadkacsa vadászat. 1942. júliusáig már 500 hajót süllyesztettek el teljes legénységükkel. Maga volt a pokol. Dönitz megjutalmazta embereit. Kitüntetésekkel, dicséretekkel. Eltávozással. Ajándékokkal. Egy nyitott fedelű tengeri láda állt a szobában az asztalon. Gyanútlanul odamentünk, és láttuk, hogy az félig tel is tele van zsebórákkal. Mindenféle óra volt ott, fedeles és fedél nélküli, római és arab számlappal, vörös és fekete, de egyiknek sem volt lánca. Szinte bele lehetett volna markolni abba a rengeteg órába, és két kézzel felkavarni az egészet. Sok száz óra volt a ládában. A láda fedelén volt egy tábla, egy közepes méretű tábla, és rajta felirat állt. Így szólt. A parancsnok ajándéka legénységnek. Emlékszem, mennyire zavarba jöttünk és feszengtünk, mert nem tudtuk mire vélni azt a sok órát. Ösztönösen megéreztük, hogy az a halom lánc nélküli óra törvénytelenségből és erőszakból származhat. 1942 őszén a tenger alatt járó háború egyre kegyetlenebbé vált. Egy német tenger alatt járót szövetséges repülők támadtak meg, miközben hajótöröttöket mentett ki a vízből. Dönitz ezután mindenféle mentőakciót megtiltott. Az emberiesség a parancs megtagadásával ért fel. Emberek vannak a fedélzeten. Erre jönnek. Mindkét motor félsebességgel hátra! Nem beszéltünk róla, csak csendben rágódtunk rajta. Mondhattuk volna, hogy szegény nyomorultak, vagy valami ilyesmit, de egyszerűen
nem mondtuk ki, amit gondoltunk. Dönitz nagyadmirális, akit a haditengerészet főparancsnokává neveztek ki, elhagyja a jelenlegi franciaországbeli állomáshelyét. Most már ő is Hitler köréhez tartozott. Amikor Hitler már legtöbb tábornokában elveszítette bizalmát, Karl Dönitz nagyadmirálist hivatta, aki ettől fogva soha nem tágított a Führer mellől. Egy nappal később a birodalom 6. hadserege kapitulál Stalingrádnál, ami a háború fordulópontját jelentette. És mi lett a tenger alattjárókkal? Végre Dönitzet is meghallgatták. Speer fegyverkezési miniszter új tengeralattjárók építését szorgalmazta. Dönitz kérésére a koncentrációs táborokból hozták a hajóépítő munkásokat. Fricker tengernagy egyik javaslatát is felvetette a haditengerészeti parancsnaplóba. Fricker úgy vélte, hogy meg kellene torpedózni a zsidó menekülteket szállító hajókat. Óvatos a megfogalmazás. A zsidó szállítmányokat békeidőben nem használatos módszerekkel kell semlegesíteni. Dönitz azonban tudta, mit értenek rajta. Kikötő és tábori orvos voltam Eimüdenben, és tiszti orvos a haditengerészet légvédelmi egységénél. Parancsnokunk Hans Erdmann volt, a haditengerészeti tartalékos egységtől. Eimüdenben meglátogatott minket Voss tengernagy. Voss összekötő tiszt volt a haditengerészeti főparancsnokság és a Führer főhadiszállása között. Erdmann elmondta neki, hogy én mit hallottam, mi folyik Németország nevében a keleti fronton. Megkérdezte Fosst, nem lehetne megkérni Dönitzet, hogy hívja fel a Führer figyelmét ezekre a szörnyűségekre. Erre Voss azt felelte, Erdmann, én ezt már megpróbáltam. De Dönitz válasza az volt, hogy soha nem lennék olyan őrült, hogy megrontsam a Führerrel fenntartott jó kapcsolatomat. A győzelmek azonban háttérbe szorították az efféle híradásokat. A hazai kikötők ismét zengtek az éjjelzéstől, de utoljára. Bekövetkezett a katasztrófa. Az angolok új detektora halálpontosnak bizonyult. 1943. májusában egyetlen hónap alatt Dönitz 41 tenger alatt járót veszített el, velük együtt 2000 főlegénységet. Köztük volt Dönitz fia, Péter is, majd a rákövetkező évben másik fia, Klaus. Emlékszem, amikor a bátyám 1944. májusában meghalt, és megjött a hír, akkor éppen Lankében tartózkodtam, Koralléban. Apám eljött hozzám. Én ágyban fekvő beteg voltam, angénám volt. Sokáig, talán azért nem egész órákon át, de ott ült az ágyamnál, és kéz a kézben, és egy szót se szóltunk. Egyszerűen csak ott ült. Audiencia a Berghofban. Dönitz eltávozáson volt, de csak rövid időre. Apjától azt tanulta, hogy a megkezdett feladatokat be kell fejezni. Szerintem tömegmészárlás is szárad a lelkén. 1942-re a tenger alatt járó háború már nyilvánvalóan elveszett. Minden, amit azt követően tett, csak a saját becsvágyáról szólt, ami időközben szörnyű méreteket öltött.
Az ördög admirálisa. Dönitzet teljesen megbabonázta a diktátor. Hitler bevetett hite szinte misztikus jelleget öltött. A Führerből sugárzó hatalmas erő nyilvánvalóan azt sugalta, hogy hozzá képest mi mind csak szánalmas kis lények vagyunk. Őrült, aki azt képzeli, hogy jobb lehet nála. Mint fiatal hadnagyok a lába körül ültünk. Volt ott valami párna is, amire ülhettünk. Később gyakran idéztük, ahogy mondani szokta. Most jövök a Führertől. A szeme ilyenkor felcsillant, és előadta a legújabb fejleményeket. Itt volt csak igazán közel Hitlerhez. Corralléban, a Berlinhez közeli erdőben volt Dönitz főhadiszállása. Innen küldözgette parancsait, hogy emberei a legvégsőkig tartsanak ki. Hiszek az önök harci kedvében, Dönitz. A legrosszabb körülmények között is. Kegyetlen támadó kedvel. A könyörtelenség erény volt számára, még ha együttérzést is kértek tőle. Ernst Jünger akart Dönitzzel beszélni, fiával kapcsolatban. Talán kegyelemért akart könyörögni. Már nem emlékszem. Elmondta, hogy mikor belépett a hatalmas szobába, Dönitz a sarokban ült íróasztalánál. Jünger százados a szemközti sarokban állt és bemutatkozott. Dönitz nem állt fel az asztaltól, és nem ment oda Ernst Jüngerhez. Nem fogott vele kezet, nem kínálta ülőhelyjel, hanem hagyta, hogy a szó a másik végéből beszéljen. Ernst Jünger nagyon csalódott volt a rideg fogadtatás miatt. Fanatikus elszántsággal esketett fel fiatal tiszteket a gyilkos birodalom gonosz szellemének szolgálatára. Vajon milyen is lenne Németország a nemzeti szocializmus nélkül? Tele lenne politikai pártokkal és zsidókkal, akik minden alkalmat megragadnának, hogy kritizáljanak, kárt tegyenek és megosszák a népet. Mindent a Führernek köszönhetünk. A német nép mindent a nemzeti szocializmusnak köszönhet. Katonáinknak nincs más választásuk, mint hogy minden erejükkel a Führert és a nemzeti szocializmus ügyét támogassák. Támadás csupán a támadás kedvéért. Dönitz parancsot adott a Scharnhorstnak, hogy támadjon meg egy szövetséges konvojt. Esélytelen, öngyilkos akció volt. A német hadihajót elsüllyesztették, és fedélzetén 2000 főnyi legénység lelte halálát. Sokan voltak a vízben, de még onnan is háromszoros éjjent kiáltottak a hajóért. Aztán elénekelték a Tenger és sírján soha nem nyílnak rózsák című dalt. Láttam, amint a hajó az orránál fogva a vízbe bukik, majd szépen lassan a tengerbe merül. Aztán besötétedett. Korom sötét lett. Már nem láttak semmit. Csak a szél süvített, és a hullámokat érezték. Ők meg... Aztán egyedül maradtam a vízben. Harcolni a végsőkig. Dönitz ebben a tekintetben pont olyan volt, mint Hitler. Egy húron pendültek. A tét most a Krím-félsziget volt. A hadsereg vissza akart vonulni, de Dönitz azt tanácsolta, jobb, ha maradnak. A döntés 80 ezer ember életébe került. Hitler és Dönitz társulása az értelem elleni szövetség volt.
Fűtötte a becsvágy. Ott hízelgett a Führernek, ahol csak tudott. Már rég ki kellett volna mondani, Führerem, a játszmának vége, befutcsoltunk. Nem tehetünk már semmit. Dönitz karrierista volt. Már hivatalosan is képviselhette a Führert. 1944 a háborús hősök emléknapja. Mivé lett volna a haza, ha a Führer nem egyesítette volna az országot a nemzeti szocializmus alatt? Szétszaggatták volna a pártok, átjárta volna a judaizmus szivárgó mérge, és védtelen maradt volna mai, megalkuvást nem ismerő világnézetünk nélkül. Már réges-régen lehengerelt volna minket a háború terhe. A Hitler elleni gyilkossági kísérlet után Dönitz mindenre kész, alázatos szolgaként jelentkezett feladatért. Gondolkodás nélkül ki kell írtani bárkit, aki a vereség elkerülhetetlenségét hirdeti. Inkább eszem az útporából, mint hogy unokáim a zsidó szellemiség és mocsok fertőjében nőjenek fel. A háború után ez a feljegyzés hiányzott az aktákból. Csak sokkal később került elő egy példány, ami tanúsította ezt az őrült gyilkos hajlamot. A szövetségesek Párizsban. Bombázóik megtámadták Dönitz tengeralattjáró kikötőjét. A tengeralattjáró háború már rég eldőlt, a levegőben. Hazai vizeken Dönitz kisebb hadieszközöket kísérleteztetett ki. Tengeri csodafegyvereket. Csupán 1945 tavaszán csak nem 8000 főnyi legénység pusztult el. A végső csatát Berlinért vívták. Nem sokkal a vég előtt Hitler a darabokra hulló birodalom északi részére küldte Dönitzet. A nagyadmirális ott vezette a német ellenállást. Plönben tartózkodott, amikor április 30-án üzenetet kapott Bormanntól. Hitler végakarata volt, hogy utóda Dönitz legyen. Táviratában Bormann nem említette, hogy Hitler öngyilkos lett. Dönitz alázatosan válaszolt a Führernek. Hűségem önhöz örökérvényű és feltétel nélküli. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy Berlinben átvegyem öntől az irányítást. A fővárost körülzárták. A harmadik birodalom az összeomlás szélén állt. Dönitz megtartotta adott szavát. Fiatal tengerészeket küldött Hitler kiszabadítására. Legtöbben közülük az életükkel fizettek ezért az őrült tervért. A nagyadmirális május 1-én tudta meg Hitler halálhírét. Most már tényleg ő volt az utód. Német férfiak és asszonyok. A Wehrmacht katonái.
A Führer, Adolf Hitler halott. A német nép mély bánattal és tisztelettel hajt fejet emléke előtt. A Führer engem jelölt ki utódjául. Ezen a döntő órán felelősségem tudatában átveszem a német nép rám ruházott vezetését. Ha engem kérdez, hogy miért ő lett az utód, egy kérdéssel válaszolok. Ki más lehetett volna? Göringnek, Goebbelsnek, Himmlernek, Bormannnak már mind befellegzett. Ahogy az angol tankok előre nyomultak Holsteinban, Dönitz a német hőhadiszállást Plömből Flensburgba helyezte át. A Mürwiki Haditengerészeti Akadémia, ahol az egész elkezdődött. Dönitz lelkiismeretesen hozzáfogott teendőjéhez, az ezer éves birodalom felszámolásához. Már romokban hevert. Elpusztult akár csak a nép. Az új államfő megkísérelte a kormányzást. Amikor Flensburgba értünk, teljes béke honolt. Szép idő volt, május elején jártunk. A haditengerészet fehér egyenruhás tengerészei álltak odakint. Fegyverrel tisztelektek, amikor Dönitz, Keitel és Jodl az épületbe lépett. Minden olyan békés, szinte szürreális volt. Dönitz tovább akart harcolni keleten, hogy amennyi németet csak lehet megmentsen a szovjet hadifogságtól. Parancsait von Friedeburg tengernagy kapta. Nyugaton húzza az időt és adja meg magát. A lüneburgi mezőn Montgomery tábornagy beleegyezett Dönitz taktikájába. Montgomery május 4-én elfogadta a Wehrmacht részleges kapitulációját. A stratégia bevált. Végül több mint 2 millió menekültnek sikerült nyugatra jutnia. Míg egyesek életét megmentette, másokét elvette. Nem egy ifjú tengerész fizetett életével az ő erkölcsi elvei miatt. Hallották a kapituláció hírét, és a legjobb hiszemben hazaindultak. Ugyanazt a kifejezést használta, és nekem érdekesnek tűnt a megfogalmazás. Nem lehet kétféle erkölcsi mércém, nem küldhetem a legjobb embereimet a halálba, miközben elengedem a gyávákat. A birodalom bukásának második felvonása. Eisenhower főhadiszállása Reimsben. Jodl tábornok azt a parancsot kapta, hogy nem engedhető a feltétel nélküli kapituláció minden fronton. Nyugaton továbbra is a kapitulációval álltatták a szövetségeseket, de keleten folytatták a harcot. Ezt nem minden győztes volt hajlandó elfogadni. Miután tanácskozott Dönitzzel, Jodl május 7-én minden fronton beleegyezett a feltétel nélküli kapitulációba. Német férfiak és asszonyok! A német birodalom alapjai összeomlottak. Nehéz út vár ránk. Nem akarok lemaradni maguk mögött ezen a tövises úton. Ha kötelességtudatom azt mondja, maradjak hivatalomban, tudásom legjavával igyekszem majd segíteni magukon. Ha kötelességtudatom azt mondja, menjek, ezt is a birodalom népének szolgálatában tett lépésként kell látniuk.
Már nem maradt sok hátra a Hitler utódok számára. Dönitz úgy tett, mintha mi sem történt volna. Ez volt utolsó abszurd színjátéka. Dönitz utolsó tengeralattjárói Londonban adták meg magukat. Vége lett az államférfiúságnak. Két héttel a kapituláció után a hitleri végakarat megvalósítóinak befellegzett. Ellenállás, csalódottság, bizalmatlanság, arrogancia. Egy utolsó pózolás. A nagyadmirális azt hitte, neki van igaza. Dönitz később megfette Speert. Te kevertél engem ebbe az egészbe. A te hibád. Ha nem szólsz bele, Hitlernek magától soha nem jutott volna eszébe, hogy államfőt csináljon belőlem. Ma is úgy tartom, hogy ő maga soha nem zárta le, soha nem volt képes magában lerendezni a közte és Hitler között lévő kapcsolatot. Ez soha nem sikerült neki. Írásaiban elutasítja ugyan a Führer elvet, a teljhatalmú Führer koncepcióját. Ugyanakkor semmi nem támasztja alá, hogy azt higgyem, így vagy úgy sikerült volna nyugvó pontra jutnia avval a ténnyel kapcsolatban, hogy teljesen alárendelte magát a másik férfinak. Dönitz 10 évet töltött Spandauban. A börtönből 1956. októberében engedték szabadon. A 65 éves férfi és felesége egy berlini kertben találkozott a sajtóval. Kérdéseikre a haditengerészet egykori főparancsnoka azt mondta, inkább nem válaszol. A német tengeralattjárókon szolgáló 39 ezer tengerész közül 28 ezer vesztette életét. A magyar változat munkatársai: Dobránszky Zoltán, Erdélyi Imre, Gelencsér Adrien, Helyei László, Kosztola Tibor, Makai Sándor, Maróti Gábor, Tóth Zoltán, Vég István. A magyar változatot Amafilm Audio Kft. Készítette.